Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azonnal, hogy majd később nézik meg a videómat. Ez a videó most egy kicsit a bajnokság további menetét elemzi, mert egyre több oldalon lehet arról olvasni, hogy szépen lassan kicsúszik a Ferencváros kezéből a bajnoki cím, és a Puskás Akadémia bajnoksága érik. Hát az első, amit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok van még ebből a bajnokságból. Ahogy látjátok, itt most csak gyorsan pörgettem tovább, ugye a 16. forduló fog következni, és amint látjátok, ugye 33 forduló van a bajnokságban, tehát itt még nagyon-nagyon-nagyon sok minden tud történni. Tehát az első mondatom az, hogy logikusan ki lehet számolni, hogy még a felénél sem vagyunk a bajnokságnak. Ráadásul ugye a Ferencváros egy mérkőzéssel, egy zalaegerszegi mérkőzéssel még mindig kevesebbet játszott, és ennek következtében ugye ha annak a, mondjuk az egy pontját, vagy akár a három pontját hozzáadjuk, akkor arról van szó, hogy ez a két csapat nagyon szoros versenyt vív azért, hogy melyikük nyerje meg majd a bajnokságot. Én ezt a mondatot látom reálisnak, de azonnal hozzáteszem, hogy mindenki tudja, hogy a Puskás Akadémia játékos kerete és a Ferencváros játékos kerete, hát enyhén szóval különbözik egymástól. Ugye ha megnézzük a Transfermarkton a Puskás Akadémia játékos keretét, akkor azt fogjuk látni, hogy az egy ötöde a Puskás játékos kerete a Ferencvárosénak, és ugye a legértékesebb játékos, a Jonathan Levy, az hatoda az értékében a Száldányának. Az viszont kétségtelen, hogy nagyon jól össze van rakva Hornyák Zsolt jóvoltából, ugye az 51, idén már 51 esztendős felvidéki származású ember jóvoltából, edző jóvoltából a csapat, és ennek következtében akár meglepetés is történhet, de az, hogy a Puskás megnyeri ezt a bajnokságot, az szerintem több lenne, mint meglepetés. A Puskás már most is, ugye a 15 mérkőzésen háromszor veszített, a Ferencváros pedig a 14 mérkőzésen csak kétszer veszített, tehát önmagában ez inkább arra utal, hogy a Ferencvárost a játékos érték, illetve a vesztett mérkőzések száma alapján inkább a Ferencváros lehet befutónak látni, annál is inkább, mert hogy egymás ellen is fognak még játszani. Ugye már a következő fordulóban akár történhet az a Győri Eto elleni mérkőzésen, hogy mondjuk ha egy döntetlent játszik a Puskás, és a Ferencváros pedig legyőzi a Zalaegerszeget, akkor már tulajdonképpen ott vannak egymás közvetlen közelében. Feltettétek a kérdést, hogy tanár úr, mikor lesz pótolva ugye a Zalaegerszeg elleni másik meccs. Látjátok, hogy az február 5-én kerül majd pótlásra, és ennek következtében ugye akkor lesz a két csapat mérkőzés számot illetően egyenlően. De addig is már ugye a szünet előtt még van egy forduló, tehát egyáltalán nem kizárt, hogy a Fradi a szünet előtt már a Puskás nyakán, vagy éppen megfordulva fog ugye lenni a táblázaton, tehát első helyen, hiszen a Puskás a Paks ellen játszik, ami egy nagyon komoly és nagyon nagy meccs lesz. Ugye ez december 14-én este kerül sorra, és hát ott aztán semmi sem garantálja, hogy a Puskás meg fogja nyerni ezt a mérkőzést. De most, hogyha az egy döntetlen, a Nyíregyházat pedig legyőzi a Ferencváros, akkor akár a Ferencváros már előrébb is lehet. Szóval amire szeretnék utalni, az, hogy a Ferencvárosnak a vége, a bajnokság vége még nagyon messze van, oda kell figyelni, nagyon fontos minél több mérkőzést megnyerni, és aztán kulcsmérkőzés lesz, ugye február 8-án 17 órakor a Pancsó arénában a Puskás Ferencváros. Ez az, ami a jelen helyzet szerint egy ilyen 6 pontos mérkőzésnek tűnik nekem, és ennek, ha ezt megnyeri a Ferencváros, akkor nem nagyon kétséges, hogy a bajnokság felé óriási lépést tesz. Mindazonáltal azt is el kell mondani őszintén, amire ti is utaltatok, hogy bizony a Ferencváros ilyenkor már nagyobb előnnyel szokott vezetni, és nem azon kell aggódni a Ferencvárosnak, hogy az MTK is adott esetben megelőzi, meg a Diósgyőr is bejön közvetlenül mögé, hanem azon kell aggódni, hogy akkor kitart-e a tavaszt. Én azt hiszem, hogy ez mégiscsak mindent összegezve rendben lesz, mindazonáltal az utóbbi időköz képest ez egy nagyon izgalmas
bajnokság hajrá lesz. No hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, hogy segítsd a munkámat a videó alatt található számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.